33. alkalommal szerveztük meg, és az idei tábornak a mottója az az, hogy jobb pályán. Krisztusi korba érvén azt hiszem, hogy fontos értékelnünk azt, ami a miénk. Ez nevezetesen a párbeszéd. Akkor, amikor merényletkísérletek történnek a világba, amikor a demokratikus játékszabályokat nem veszik figyelembe, akkor nagyon fontos, hogy mi hangsúlyt helyezzünk a párbeszédre. Ezért vannak itt az ellenzéki politikusok, ezért vannak itt a románok, ezért vannak itt a Kárpát-medencéből nagyon sokan, ezért van a külhoni magyarságnak számos vezetője jelen. És a nagyvilágból is sokan eljöttek, Libanonból, Szomáliából és Venezuelából vannak résztvevőink, hogy az amerikaiakról és az európaiakról most ne is beszéljek. A párbeszédet szeretnénk ebben a kritikus világhelyzetben előtérbe helyezni, kiemelten kezelni, és a jobb pályán motto azt is jelenti, hogy immáron vannak szövetségeseink, hiszen a patrióták politikai családjának a tagjaként a patrióta gondolatjegyében, hadd idézzem Illyés Gyulát, aki úgy különböztette meg a nacionalistát a patriótától, hogy a nacionalista az jogot sért, a patrióta az meg jogot véd. Hogy ennek a gondolatnak a jegyében folyjon az elkövetkezendő években a munka, nem csak az alapvető emberi jogok, politikai szabadságjogok, hanem a nemzeti kisebbségek jogai tekintetében is nagyon fontosnak gondolom, hogy a jogvédelem legyen továbbra is a tevékenységünknek a homlokterében. Van kivel párbeszédet folytatni, hisz egyre kevesebb a román és a magyarországi ellenzéki, aki eljön tusványosra, vagy ön nem így érzi? Én úgy érzem, hogy jelen vannak azok a magyarországi ellenzéki, illetőleg román politikai szereplők, akikkel érdemi párbeszédet tudunk folytatni. Természetesen mindig lehetne jobb, de mi megbecsüljük és megtiszteljük azokat, akik elfogadják a meghívásunkat.